Akkor kezdjünk is neki ennek a mai napnak. Köszönöm szépen a sok visszajelzést, hiszen igazából önök is, én is arra keressük a választ, hogy mit tudunk tenni az egészségünk megőrzésért. Mit tudunk tenni magunkért, családjainkért, szeretteinkért, mert ez a lényeg. És én kigyűjtöttem az elmúlt, ha jól látom, több mint 80 évnek adatait a magyar KSH adatbázisból, és ez nem elrettentésként szolgál, csak egyfajta tükörként, hogy hol tartunk jelen pillanatban. A képen azt látják, hogy hányan haltak Magyarországon minden évben szívérendszeri kórképek miatt. És jól látszik, hogy a rendszerváltozás korában elértük a csúcspontot, és azóta némi javulást tapasztaltunk. Persze kell a javulás, van honnan fejlődnünk, de még így is napi szinten Magyarországon közel 180-an hallnak meg minden egyes nap egy szívérendszeri kórképen, tehát infarktusban, agyvérzésben, vagy egyéb más rögösödő típusú kórképben. Azért ami a jó hír, hogy látunk egyfajta kis csökkenő tendenciát. Nyilvánvaló, hogy a modernebb gyógyszerek, az orvosoknak a lelkiismeretes munkája elindítottak minket egy jobb úton, de én azt gondolom, hogy még nem tartunk az út végén, és bőven van még teendőnk. Ha belegondolunk, hogy mik azok a paraméterek, amelyek eddig álltak a rendelkezésünkre, hogy hogyan tudnánk megelőzni, hogyan tudnánk prognosztizálni, hogyan tudnánk elé menni mondjuk egy szívinfarktusnak, akkor általában az orvosa is ezeket a különböző paramétereket szokta látni. Ugye a vérnyomás értéke, a vérnyomás felső értékét, az ön koleszterin szintjét. Amit látnak a képernyőm, ez egy nagyon komoly klinikai vizsgálatból készült analízis. Többfajta vizsgálat van nálunk orvosoknál. Az egyik fajta, amikor valahol klinikán, kórházban végeznek egy klinikai vizsgálatot, ez pár hétig tart, és pár hét után pedig mindenképpen ezt feldolgozzák. Amit én ma hoztam önöknek, ezek olyan szigorú, a legszigorúbban megvizsgált klinikai, úgynevezett meta-analízisek, amikor a kutatók nem egy vizsgálatot végeznek, hanem az elmúlt 5 évből, 4 évből, X időszakból górcső alá vesznek 20-30-50 klinikai vizsgálatot, ezeket újra elemzik, megkeresik benne a hibákat, összevonják az eredményeket, és utána kialakítják ezzel kapcsolatban az ő speciális, végleges és a leghitelesebb eredményüket. Amit látnak a képernyőn, ez ilyen meta-analízis, ez ma a legerősebb evidencia, a legerősebb bizonyíték az orvoslásban. Hát ebből azt tűnik ki, hogy ez a három paraméter, a vérnyomás, a koleszterin szint és a non-HDL koleszterin, az a három érték, amelynek egységnyi devienciája, emelkedése ennyi mértékben növeli meg a szívinfarktus kockázatát. És eddig nem volt más a kezünkben. De az elmúlt néhány év nagyon forradalmi volt az orvostudomány fejlődésében, mert egyre inkább jelennek meg azok a klinikai vizsgálatok, amelyek azt mondják, hogy hoppá, van itt még más, ez a három értéken kívül, amiből ki tudunk indulni. És ez az érték, ez a CRP érték, vagy HSCRP érték. A CRP, a C-reaktív protein, vagy a magas érzékenységű HSC-reaktív protein, ez egy anyag, ez egy gyulladást jelző anyag a testünkben, mely azt tudja kimutatni, hogy a testünkben a sejtjeink szintjén milyen szintű a gyulladás. Ha ön volt mostanában elmúlt néhány évben laborvizsgálaton, akkor biztos vagyok benne, hogy a CRP szint szerepel benne, és meg lehet nézni, hogy a testünkben van ez a gyulladás. Hogy tudjuk ennek a jelentőségét, ezért mindenképpen nézzünk bele abba, hogy mi is az a CRP, a C-reaktív protein, és miért fontos a számunkra. Ez egy máj által termelődését nagyon fontos gyulladás kiváltó anyagok szabályozzák, erről később fogunk még beszélni, itt jelen pillanatban interleukin 6-ról beszélgetünk, ezt most nem kell tudni, hogy mi az interleukin 6, majd fogok erről később beszélni, ez egy testünk által termelt gyulladás kiváltó anyag, aminek van nagyon fontos szerepe egészségünk megőrzésében, de majd meg fogják látni jelenleg, ez okozza számunkra egy legnagyobb problémát. Nagyon fontos azt most megbeszélnünk, hogy az emberi test az egy nagyon izgalmas terület, mert nem mindig viselkedik úgy, hogy igazán mi szeretnénk. Tehát bármilyen is vizsgálunk egy magas vérnyomást, és beteget kordában tartjuk,
odafigyelünk a koleszterin szintjére, odafigyelünk sok minden másra a táplálkozására, mai napig az infarktusok egyötöde, tehát minden ötödik infarktus úgy jelentkezik, hogy a betegnek korábban semmilyen panasza nem volt. Hogy azokat betegeket, akik esetleg még korábban kikerültek a szűrési rendszer alól, mert hiába mértünk vérnyomást, hiába mértünk koleszterin szintet, mégis megkapták a szívrohamot, azok számára ez a CLP érték mérés és számítás egy új lehetőség lehet arra, hogy lejjebb vigyük az azonnal halállal végződő infarktusok számát. Úgyhogy ez egy óriási terület, és ma már a orvostudományban nincs abban kérdés, hogy ez fontos, nincs abban kérdés, hogy foglalkozni kell. A kérdés inkább az, hogy hogyan tudnánk még jobban a gyulladást még korábban felfedezni, és ha felfedeztük a testünkben, akkor hogyan tudnánk ezt minél hamarabb megszüntetni. Erre jelen pillanatban a gyógyszeriparban is nagyon komoly klinikai vizsgálatok vannak, pontosan ezért. Mert azt mutatták ki, hogy nem csak a szívbetegségekben és a sztrókban, az agyvérzésben van ennek ekkora jelentősége, hanem látják az összefüggést. Általában, aki kronikusan beteg, autoimmunbeteg, élgyulladása van, krónbetegség, ugye bélgyulladás, ami érinti akár a vékony, akár a vastagbelet, valakinek súlyos fogágy gyulladása van, elhízott, vagy metabolikus szindrómája, magas a vérzsír szintje, vagy éppen cukorbeteg, ezek mind-mind növelik az infarktus lehetőségét. Ez fordítva is sajnos igaz, hogy aki viszont gyulladásos érbeteg, azok között sokkal nagyobb számban van jelen más krónikus betegség is. Egyébként furcsa az ember, mert volt tavaly egy felmérés, ezt most nem hoztam el külön diában, embereket megkérdezték egy uniós projekt keretében, hogy van-e valamilyen krónikus korképje. Mi a krónikus korkép, ami legalább már fönnáll fél év óta, vagy legalább még fél évig fenn fog állni. És képzeljék el, minden második embernek van Magyarországon valamilyen krónikus betegsége, csak minden ötödik ember mondta azt magáról, hogy ő beteg. És a többiek vagy nagyon jó karban voltak tartva orvos kollégák által, a gyógyszerek által, vagy beletörődtünk abba, hogy fáj a hátam, fáj a térdem, vagy rossz az emésztésem, elfogadva éljük az életüket tovább. Csak az a baj, hogy ez a folyamat nem áll meg. Tehát ha valakinek van egy érgyulladása, vagy egy krónbetegsége, és van testében egy gyulladás, és nem tudjuk megszüntetni, a folyamat megy tovább, és fogja hozni később az újabb és újabb problémákat. Ezért fontos lenne korán felfedezni. Mindez hogyan függ össze a koleszterin kérdéssel? Az ábrát azért tettük föl, mert nagyon sok kérdést szoktam kapni a koleszterin kérdésekről, hogy jó a koleszterin csökkentés, nem jó a csökkentés, kell, nem kell, mi ebben az igazság. És az igazság pedig itt van, igenis van összefüggése a szívbetegségekkel és a halálozással. De ebben a Jupiter vizsgálatban, amit láttak a középen, és elég nagy betegszámmal végezték el, igazából az derült ki, hogy csak önmagában a koleszterin szintet tudtuk lejjebb vinni, akkor nem volt jelentős a javulás, és a kockázat csökkenés, de ha a koleszterinmel le tudtuk vinni a CRP szintet, a gyulladás szintjét is a testünkben, ebben a pillanatban látják, 44%-os kockázat csökkenés volt. Ez olyan bődületes érték, hogy ezt a vizsgálatot le is állították 2008 végén, mert a kontrollcsoporttal szemben etikátlan volt, hogy ezt a terápiás megoldást velük szemben ne alkalmazzák. Tehát igen, a koleszterinnek jelentősége van, de akkor, és akkor elsősorban, ha emellett még a sejtbenben lévő gyulladást is tudjuk mérsékelni. És a nagy kedvencem, a CANTOS vizsgálat, ezt mindenképpen felszerettem volna tenni, mert két éve egy világszenzáció volt. Az úriembert a képen látják, ő egy brit tudós, és ő egy zseniális gondolatot tett közzé, és megszervezte, hogy több mint 5000 szakmai centrumban a földkerek bolygón ezt a vizsgálatot követték, végigcsinálták. És mi történt? Az történt, hogy vettek több mint 14 000 olyan beteget, akiknek volt már korábban szívinfarktusuk. És arra voltak kíváncsiak, hogyha nem bántjuk a koleszterin szintet, de levisztük a testben a gyulladást, akkor vajon mi fog történni? Látják mindjárt az eredményt, ami döbbenetes volt. Az jött ki a végén, hogy ők egy különleges injekcióval, egyébként egy ellenanyaggal, amit az autoimmun kórképében használnak, tudták csökkenteni a testben lévő gyulladást, annélkül hozzányúltak volna a koleszterinhez, és a gyulladás kiderült, ettől függetlenül csökkentette az ismételt szívroham
kockázatát. A kántos vizsgálat után már azt gondolom, kérdés senkinek sem a fejében, hogy a gyulladással nagyon komolyan kell foglalkoznunk, és ez a mi munkánk, nyilvánvalóan én munkám is, hogy önöknek is felhívjam a figyelmét, és hát nem titok, hogy nagyon sokat dolgozunk azon, ezzel kapcsolatban a orvos kollégák figyelmét is felhívjuk, hiszen a szakmában a kutatók között, a professzorok között ott van a tudás, de a megoldás még nincs ott, és ebben szeretnénk mindenképpen velük együttműködni. Mi is ez a citokin, az interleukin 6, miért vagyunk gyulladtak? Ugye a gyulladás, aki először hall engem, biztos lehet, hogy nem is értünk, mi az, hogy gyulladtak vagyunk. Mi szoktunk nevezni gyulladásnak, be van gyulladva a fogam, borzasztóan fáj, lüktet, piros, be van gyulladva a körömágyam, az már még jobban fáj, még jobban lüktet, még pirosabb. Tehát az maga a gyulladás, de itt nem erről van szó. Ez egy rejtett, csendes gyulladás, rejtett gyilkos, hiszen nagyon-nagyon sokáig nincsen tünete. Oké, akkor miért vagyunk gyulladtak? És ennek oka az immunrendszerünk. Mert a gyulladás az rendes része az életünknek. Hiszen gondoljunk bele, ha jön egy kórokozó, és minket megtámad, akkor a fehérvér sejtjeink teszik a dolgukat, meg fogják támadni a kórokozót, a betolakodót, és bennük egy sejtméreggel, ezt hívjuk citokinnek, ennek egy fajtája az interleukin 6, meg fogják támadni ezt a betolakozót, ami a baktériumot, a baktérium belsejében ezáltal gyulladást fognak kiváltani, és meg fogják ölni a bacit. Egy másik fajta interleukin pedig megemeli a hőmérsékletünket, hogy lálasak legyünk, elve és védve minket a fertőzésekkel szemben. Ha valaki mondjuk megsérül, emlékeznek rá, a kezemet megvágom, akkor be fog pirosodni, be fog duzzadni a seb körül, hogy meg tudjak gyógyulni, hogy új szövet keletkezzen. Ugyanez működik a sejtjeink szintjén is, ha egy sejtünk valamiért károsodik, mechanikai, vegyi, bármifajta hatására, akkor ott egy helyi kis rövidtávú akut gyulladás fog kialakulni, és így tudunk sejtszinten is meggyógyulni. A gond a következő, a képen látjátok ezt az úriembert, akit már én korábban is említettem, ő egy világhírű másik brit tudós, aki munkásságáért kapott ugye 2 éve Magyarországon egy életműdíjat a Orvos Egyetemen, és őt nagyon várják egy Nobel-díjra a következő években. Ő a biológiai terápia atya feltalálója az autoimmun kórképekben. Ő ezt mondta Budapesten, hogy ezek a citokinek, amiket egy-kettőt fel is írtam, ez egy fontos funkciójuk van a testünkben, védenek minket, de most valamiért túl sok van bennük, és ez okozza bennünk a problémákat, mert folyamatosan termelődnek. Oké, de ennek mi lehet az oka? És úgy fogalmazott, hogy valamiért a testünknek felborul homeosztázisa egyensúlya, biológiai egyensúlya, és a testünk úgy van megalkotva, hogyha kibír az egyensúlyából, akkor azonnal ellenműködésbe kezd, és sokszor ez okozza a problémákat, hogy megteszünk mindent sejtszinten, viszont tudjunk kerülni a normális állapotba. Ezt nem csak a külföldiek fogalmazták meg nagyon szépen, a képen Zahár professzor asszonyt látjuk Debrecenből, ezt úgy fogalmazta meg, hogy autoinflammatorikus kórképek, magyarul, amikor az immunrendszerünk veszélyt érez, szignált érez, mint úgy mondjuk orvosilag, elkezd reagálni, aktiválni, pedig nincs is ott semmifajta fertőzés, nincs semmifajta behatás, és ennek hatására, ennek a citokinek hatására a sejtjeinkben egy úgynevezett inflamaszóma alakul ki, ez egy gyulladásos testecske, amely elkezdi a sejtjeinket sajnos pusztítani belülről. Például elkezdi lerombolni a sejtjeinket összefogó, testünket összefogó kötőszöveti rostokat. Ugye a testünk úgy áll össze, hogy a sejtekben is vannak kötőszöveti rostok, ez fogja össze a sejtet, magát ne essen szét, minden sejt is egyben bele van építve egy kötőszöveti vállományban, érfalban, a bőrünkben, és az az inflamaszóma, ez sajnos ezt a kötőállományi szert kezdi el szétbontogatni, és ha mondjuk az érben van, gondoljanak bele, akkor micsoda kárt tud bennünk okozni. Ezt a fajta belső sejtszintű gyulladást már nem csak az érbetegségekben mutatták ki, és az autoimmun kórképekben, hanem látják az ábrán talán, hogy a legtöbb krónikus betegségünkben, ami nagyon tartósan van bennünk, és sajnos ahogy korosodunk, egyre inkább jelentkeznek egymás után és erősebben, ezek sajnálatos módon ennek a hátterében ezt mind-mind már kimutatták. A professzor Paul Clayton, ő egy általam is személyesen ismert, fantasztikus tudós, akit már több alkalommal tudtunk személyesen meghallgatni, és ő elismert szakértője ennek a gyulladásnak,
És az immunrendszernek egyébként ő nem orvos, hanem farmakológus, tehát gyógyszerhatékonysági kutató, és 50 éve foglalkozik a viselkedésünk és a táplálkozásunk összefüggésével, és próbál olyan fajta programokat létrehozni, amelyet gyógyszermentesen, természetes módon, gyengéd módon tudunk tenni a saját egészségünkért. Paul Clayton professzort Amerikából sikerült Budapestre meghívnunk, és március hónap keretében Budapesten fog tartani egy előadást. És akkor igazából mit mondott az angol professzor, ugye a Sir Mahini, hogy van bennünk egy egyensúly, egy homeosztázis vesztés. Oké, de mitől vesztettünk egyensúlyt? Mondogatjuk már 20 éve, hogy a mai modern világtól vagyunk betegek. A WHO kifejtette, hogy a betegségek 80%-a az életmódunktól, az életvitelünktől van, meg lehetne előzni, csak hát nézzük végig a listát. Ultrafinomított élelmiszereként szoktam mondogatni, hogy olyan szívesen venném a boltba az egészséges élelmiszert, ha azt lehetne kapni tisztességes áron. A boltokban miért ez a sok, hát hogy mondjam szépen, élelmiszernek titulált vegyi komplexeket lehet kapni? Ez egy eldöntetlen kérdés, messzire nyúlva ne menjünk bele. A másik közismert tény az a bélrendszerünknek a fontossága, hogy egy egészséges felnőtt emberben, egy városi emberben nagyjából 1000 fajta jótékony baktérium él. Ahogy a baktérium flóránk megváltozik, csökken a színessége, mert a stressz kinyírja, nem tudom szábban fogalmazni, a táplálkozásunk pusztítja, a dohányzásunk és sok minden más, az alkoholunk, akkor abban a pillanatban el fognak szaporodni, mert gram-negatív kórokozók, patogén kórokozók. És ennek a jelenléte, az ebből kiszabadult anyagok, azok a legnagyobb provokátor az immunrendszerünknek. Az immunrendszer úgy érzékeli, hogy fertőzésünk van, megtámadtak minket, és megtesz mindent, hogy kiértse őket, vagy mit fog csinálni, gyulladást fog kiváltani a sejtjeinkben, és ezek a gyulladást kiváltó anyagok el fognak jutni minden egyes sejtünkig. Ugyan ez a helyzet az elhízással is. Amikor elkezdünk hízni, és a zsírsejtjeink megnőnek, megfeszülnek, pillanatban funkciót, úgymond fenotípust váltanak, és magukból elkezdenek termelni szintén ilyen gyulladás kiváltó anyagokat. Aztán ott a tartós stressz, nem tudom, van olyan városi ember, aki a stresszről magát ki tudja vonni, és sajnos mindjárt nem költözhetünk vidékre vagy tanyára, aki városban él, az stresszben él. Aztán nem szoktunk vele betegségként gondolkodni, de a magány. Az egyedüllét is nagyon komoly stresszforrás, a családok felbomlottak, más már a világ, más a közösség, nem beszélgetünk egymással, de egy nagyon komoly társadalmi és egészségügyi probléma. A mozgásszegény életmódról már nagyon sokat hallottunk, és persze ott van a genetikai hajlam, hiszen minnyáján születünk egy hajlammal, amire érzékenyebbek vagyunk, és általában, ha a testünkben ott van a gyulladás, akkor legelőször a leggyengébb a láncem, legnagyobb az érzékenység, ott szoktunk először megbetegedni. Amit a képen látnak, az egy sejtmembrán, sejthártyának a képe. A sejtmembrán áll ugye terített zsírból és terítetlen zsírból. Tudják, a sertészsír, a kacsazsír, a kókuszzsír, ez mind inkább terített zsírból áll, ez onnan lehet megtudni, hogyha kilakom a pultomra a konyhába, akkor egy tömbben marad. Míg a terítetlen zsírok, ezek inkább folyékonyak, egy omega zsírsav például, vagy egy komplett szójaolaj, vagy gondolok itt egy olívaolajra, amely magában is folyékony, ez inkább terítetlen zsírral van több benne. Mi a probléma, hogy a terített zsírokat meg tudjuk termelni, el tudunk hízni, nagyon könnyedén a mai világban, de a terítetlen zsírokat, azokat fel kell vennünk a tápanyagunkkal, mert nem tudjuk megtermelni. És a mai táplálkozási modellünk olyan, hogy egyrészt eleve nagyon kevés terítetlen zsírt fogyasztunk, omega zsírsavakat például, másrészt pedig, ha fogyasztunk is, akkor a mai tápanyagban az összes növényolajban egy-két kivétellel, vagy egyéb készételekben, abban pálmaolaj van, szójaolaj van, napraforgóolaj van, aminek nagyon rossz a telített zsír összetétele. Mert ezekben az anyagokban úgynevezett omega-6 túlsúly van. Testünk számára mind az omega-3-nak, mind omega-6-nak különleges jelentősége van. Hadd mondjak erre egy példát. Ha itt megvágnám a kezemet, és bennem nem lenne egyetlen egy darab omega-6 zsírsav sem, akkor én ettől a kis vágástól elvéreznék, mert kell a véravadáshoz. Ha nem lenne bennem egyetlen egy molekulányi omega-3 sem, akkor a seb sosem gyógyul meg, sosem forra össze.
Mind a kettőre egyformán szükségünk van. A gond a következő, mivel a pálmaolaj, a szójaolaj, a napraforgóolaj óriás mennyiség omega-6-ot tartalmaz, és minimális omega-3-at, az egyensúly teljes egészében felborult. És abban a pillanatban, a sejt membránban omega-6 túlsúly lesz, hiszen amit fölveszünk, abból tudunk táplálkozni, épülni, ebben a pillanatban a sejt egy funkció romlani fog, a képen jól lehet érzékelni, hogy be kell menni a sejtbe tápanyagnak, cukornak, elemeknek, azok lassabban mennek be, vagy kisebb mértékben, kisebb intenzitással, aminek ki kéne jönnie, azok pedig sajnos módon ebben a folyamatban kárt szenvednek, és logikus, ebből kifolyólag a sejt is funkció zavart szenved. Még egy gondolat a gyulladás kapcsán, hogy nem elég immunrendszerünk minket, sajnos minden magyar felnőtt embert valamilyen szinten ellát állandó gyulladást keltő citokinekkel. Abban a pillanatban, hogy omega 6 túlsúly van a sejthártyánkban, nagyon sok omega 6-ból nagyon sok arahidonsav fog keletkezni. Az arahidonsav egy nagyon kultikus vegyület, mert belőle lesznek olyan anyagok, amelyek a sejten belül szintén gyulladást képesek kiváltani. Omega 6-3 arány ideálisan 3 az 1 alatt van, tehát van mondjuk 3 kis tűzfészkünk, 3 kis gólt, ami a omega 6 által jön létre a sejtjeinkben, de ezt egy darab omega 3 tűzoltó el tudja oltani. De az arány nem 3-1, hanem 23 vagy 103, akkor a sejtjeinkben is lesz egy állandó jellegű, minket károsító belső rejtett gyulladás. Ez mennyire hívva még egy klinikai vizsgálat, itt több mint 111 olyan klinikai vizsgálat lett megint csak feldolgozva, metaanalízis formájában, hogy akiknél betegség alakult ki, és sikerült levinni ezt az arányt, azoknél milyen szintű javulás jött létre, hát jelentős volt a különbség, maradjunk ennyiben. És amit én még meg szeretnék mutatni, és ezen keresztül a példán keresztül, hogy mi mindent csinálhatunk mi az egészségünk megőrzéséért, az az ábra. Ezen a képen egy artériát látnak, ugye onnan lehet, hogy artéria az ér, mert nagyon vastag ugye, izom rész van benne, és a kis nyilacska végén lehet látni egy nagyon lapos, vékony sejtet, ez a erek belső falát borító endotél, vagy belső hám sejtek, ezek védik, érnek a belsejét az ér tartalomtól, és nagyon sok komoly funkcióban vesznek részt. Miért tettem ezt fel? Azért, mert abban a pillanatban, hogy ebben a kis lapos sejtekben gyulladás alakul ki, ez az első lépése az érszőkületnek. Tehát, hogyha tudunk azért tenni egészség megőrzése érdekében, gyulladást ne alakuljon ki ebben a lapos kis sejtekben, akkor elejét tudjuk venni, az érszükület súlyosságát tudjuk lassítani. Ugye nem beszéltünk arról, hogy csak a szívereknek van problémája, gyulladása, csak a lábereknek, csak a vesének. Az érrendszer egységes. Ha van valahol egy gyulladás mondjuk a szívrendszer erejében, akkor ott van a gyulladás a vessében és a lábamban is. A másik, hogy sajnos ahogy időt telik, egyre romlik az állapot. Tehát amikor még ifjú fiatal korunkban van egy ennyi gyulladásunk a szívérrendszerben, ez nagyon hosszú ideig nem okoz semmilyen problémát. Lehet, hogy a gyulladás hatására fiatal nőkben kialakulhat esetleg egy inzulin érzéketlenség, egy pajzsmirigy alulműködés, ott van a hátterében, de a szívünk jól kompenzál, nem látjuk a problémát. De 20 év múlva, ha nem tudunk semmin sem változtatni, akkor elő fognak jönni a problémák. Honnan tudom? Mert minden második magyar ember miben hal meg? Szíverendszeri korképben naponta közel 180-an. Úgyhogy megnéztem egy szakmai cikkben, hogy mit javasolnak a kollégák ennek az érfalnak a védelmében. A polifenolok, ezek a növényi antioxidánsok, ugye ettől piros az alma, ettől zöld az oliva bogyó, a növény védi magát a sugárzástól, a baktériumtól, a vírustól, de nyilván minket is fognak védeni, konkrétan a polifenolok nagyon szépen csökkentik ezt a gyulladást, az oxidációs folyamatokat, akár az érnek a belső hártyájában. Itt vannak az omega zsírsavak, szintén nagyon komoly klinikai háttér rendelkeznek, fogunk erről beszélni, nagyon jól alkalmazhatóak. Nyilván a fizikai aktivitás és a, hogy mondjam, a rossz szokások abbahagyása, túl sok cukrot viszünk be a testünkbe, nem tudom, tudják-e például, hogy a ketchupnak az egyharmada a cukor. Mert a cukor kiváló tartósítószer, ráérek a ketchup dobozára, hogy tartósítószert nem tartalmaz, azért nem, mert benne a tartalma egyharmada az cukor, és savanyítják savanyítószerekkel, ne legyen édes. Érdemes megnézni minden ilyen készételnek, vagy
megvásárolt termének a cukor tartalmát. D-vitamin szintén ismerjük, rengeteget hallunk róla, és a koenzim Q10 valóban kell egy épsejt működéséhez. És itt jön képbe a skandináv egészség protokoll, egy svéd vállalat az Inzino, amely azt tűzte ki zászlajáról, hogy hozzá szeretne járulni az egészség megőrzéséhez nagyon finom módszerekkel. Az első lépés az lenne, hogy ezt a gyulladás mértékét valahogy fel tudjuk hamarabb térképezni, mint a mai orvostudomány. Ezért a Vitas Labor Norvégiában egy olyan szisztémát dolgozott ki, ahol két vércsebből megpróbálják azt megítélni, hogy az én sejtjeimben a gyulladás milyen mértékű lehet, itt konkrétan a vérvizsgálatban, a vörösvér sejtekben. Ez nem egyenértékű az orvosi laborban használt C-reaktív proteinszint mérésével, más a szemléletmódja, más a gondolkodásmódja, két dolgot nem lehet összevetni, mert más logikával közelítik meg ugyanazt a problémát, de én azt látom, és egy személyes vélemény, hogy a Vitas Labor által elvégzett vizsgálattal, egyébként szenzitíven módon korábban, hamarabb tudnánk azt a folyamatot felfedezni, amelyen már későbbiekben, ne adj Isten, kialakulhatna egy gyulladás a sejtjeinken belül. Ezt a vizsgálatot, ez nem egy vércukormérés, ön leveszi otthon a saját lakásában, így lehet látni a képen a két csepp vért, berakja egy fém borítékba és kiküldi Norvégiába a laborba. A vizsgálat maga anonim, van benne egy kód, egy speciális személyes kód, csak ön ismer, és azt tudja magának kérdezni eredményét két hét múlva. Ez, amit látnak a képen a skandináv országban kurt statisztika, hiszen a Vitas Labornak több mint 400 ezer mérés van már a birtokában, és ők megmérték többek között az omega-6-3 arányt. Ugye beszéltünk erről korábban, mennyire jelentősége van a sejtműködés szempontjából, és a gyulladás szempontjából, és látják az ábrán, hogy még Norvégiában és Svédországban is embereknek, ha csak 10%-ra rendelkezik egészséges zsírsav profillal, zsírsav arányjal, akkor mit szóljunk mi magyarok, négy szem közt vagyunk, vagy 200, elmondhatom, hogy két éve mérjük ezt, ha Magyarországon elég rossz arányokat mérünk, valahol a 20 fölötti, 25 fölötti az átlagos arány, majd egyszer ki fogjuk pontosan számolni, eléggé, hogy is mondjam, rosszak adataink. Hát nem véletlen az, hogy a svédekhez képest el vagyunk maradva az egészség megőrzés területén. A skandináv egészségprotokoll egyik égkövet a balanszolaj. Látják a felirat, hogy mi minden módon tudunk bevatkozni ebbe a folyamatba. Ebben három dolog van. Ugye polifenol koncentrátum, erről beszéltünk erről, hogy ez növényi antioxidáns, és védi az ereinket például a gyulladás mértékétől, konkrétan a oxidációtól. Van benne D3 vitamin, ami megint nem kérdés, mennyire fontos, és végül van benne egy nagyon izgalmas minőségű, mennyiségű omega zsírsav komplex. És egy kicsit álljunk meg, mert én jól magam is az elmúlt időszakban olvastam olyan klinikai vizsgálatokat, meg közléseket, hogy omega zsírsavak nem érnek semmit. Én azt gondolom, hogy ezeket újra kell gondolnunk együtt, hogy mit lehet a háttérben, és hogyan hatnak omega zsírsavak. Én nem mennék be ennek a mélyére most a biokémiára, csak hadd mutassak néhány dolgot. Ha fölmegyünk a különböző egészségügyi portálokra, és megnézzük, hogy mit mondanak a halakról, az omega zsírsavakról, akkor több ezer olyan klinikai vizsgálat van, hogy igenis azt állapítja meg, hogy az omega-3 zsírsavnak van gyulladás csökkentő hatása, van egy szívtámogató hatása, akkor miért lehet az, hogy mégis vannak kritikai alapok, hogy nem minden eredmény hozza ugyanazt a megoldást. És ennek pedig az oka ez a avasodás kérdése. Ha vesz egy olívaolajat a boltba, akkor tessék megnézni a címkét, az van ráírva, hogy sötét, fénymentes helyen, hűvös helyen tárolandó, és ne érje oxigén közvetlenül. Ez azért van így, mert nagyon bomlékonyak, könnyen avasodnak, könnyen oxidálódnak, és az oxidált zsírsavak pedig nemhogy nem tesznek nekünk jót, hanem sajnálatos módon bennünk károsító anyagokat, szabad gyököket hoznak létre. A szabad gyök egy nagyon agresszív anyag, amely a sejt gyulladás irányába viszel minket. Az oka következő, hogy a halakban ugye honnan van omega zsírsav? Hát megeszik a kis planktonokat, növényi kis mikroalgákat, amelyek milyenek színesek. Tele vannak polifenollal,
növényi színanyaggal. A polifenol képes arra, hogy meg a zsírsavat konzerválja és segítse a felszívadását, a biológiai hasznosulását. Sajnos a halalipar, mint minden ipar, ami túlságosan nagyon nő, profitorientált, profitérzékeny, és kiadják a polifenolt a halajból. Helyette tesznek bele egy kis E-vitamint, tokoferolt általában, amely igazából nem tudja megvédeni ilyen szinten az oxidációtól. Hogy egy klinikai vizsgálatban nem jó az eredmény, akkor esetek döntő többségében vagy a dózis kevés, mert a legtöbb mértékadó vizsgálatban naponta 1 g fölötti adagot kell ebből omega-3-ból fogyasztani, vagy pedig egy tisztított omega-3 zsírsav volt, mert csak omega-3 található, ami frakciója, és önmagában polifenol nélkül nem tudott hatásossá válni. A balansz olajban én azt szeretem, hogy nem csak ott az omega zsírsav, naponta 1,5-2,5 g mennyiségben, hanem ott mellett a D3 vitamin, és ott van mellette, igen, a polifenol tartalom is. Az egészségprotokoll másik sarköve, az Extended tabletta, egy préselt növényi tabletta, látják a leírásban, minden van benne. Ez nem egy multivitamin, nagyon fontos, ez egy növényi hatóanyag komplexum, hiszen amit meg kell ennünk zöldséggel, gyümölcsökkel, növényi enzimeket, növényi vitaminokat, növényi komplexeket, azokat minden nap szükségünk van, de sajnos a táplálkozásunkra ezt nem visszük be. Immunrendszert nem erősíteni kell, vagy gyengíteni, hanem abban támogatni, hogy újra tudjon egyensúlyba kerülni, újra tudjon jól működni. Erre szolgál egy brokkoli kivonat és egy gomba kivonat, és emellett az Extendben van még 23 fajta vitamin és nyomelem. És én kiolóztam a cégnek a hivatalos közléséből egy kis részt. Én még nem láttam olyan tablettát étrend kiegészítőben, amelyre az Európai Gyógyszerhatóság engedélyével rá lehetett volna írni 145 darab egészségügyi pozitív hatást. Ez a maga nevében kuriózum, és ha azt mondom, hogy annyiba kerül nagyjából, mint a patikában egy jobb vitamin, akkor azt gondolom, hogy ezen érdemes valóban elgondolkodni. És végül a harmadik, úgymond égköve ennek az egészségprotokollnak a bélrendszerünk. Beszéltünk arról kicsit korábban, ugye a bélrendszerünk állapota, a bélforránk épsége, intaktitása, az nagyon-nagyon fontos az egészségünk szempontjából. Egyébként néhány ezer éves mondás az ókorból, hogy nincs egészséges ember, egészséges bélrendszer nélkül, és mi ezt ötfajta növényi rost kombinációjával tudjuk újra visszaállítani. Tehát nem mi gyógyítunk, Isten ments, szó nincs erről, hanem a testünket segítünk újra az egyensúlyi állapotba kerülni, finom megoldásokkal, a balanszolajjal, ami egy gyulladást csökkentő és testünk egyensúlyát támogató rendszer, az inobiotika, ami a bélrendszerünket segíti újra egy normális állapotba kerülni, és az Extendel, amely egy növényi hatóanyag kombináció, így olyan tápanyagot tartalmaz, amellyel az egészségünket esetlegesen még vissza tudnánk állítani. Én már említettem előbb Paul Clayton professzor urat, aki ugye márciusban vendégünk lesz, és ő mondta erről a három termékről a legutóbbi találkozásunkkor, hogy ebben a hárommal együtt képesek vagyunk a testünkben a gyulladások 90%-át megszüntetni. Összefoglalva a mai napunkat, de úgy szeretném befejezni, és utána várom a kérdéseket, hogy az, hogy a testünkben van egy sejtszintű gyulladás, ami lényegében egész életünkben hordunk magunkkal, ez már orvosilag nem kérdés. Elején feltettem olyan klinikai statikat, amelyekben nem lehet kételkedni orvosi oldalról, hogy ez valóság. De nincs ennek komoly, hogy mondjam, reklám értéke, mert nincs olyan igazi tablettás gyógyszer, amellyel a betegeket, az orvosok tudnák a gyulladás szempontjából kezelni, pedig hihetetlen fontos lenne, mert emlékezett talán rá, hogyha vérnyomást normál szinten el tudjuk vinni, megoldjuk a koleszterin problémát, és el tudjuk vinni a gyulladást a testünkben, az drámaian képes volt majdnem fejre csökkenteni annak a rizikóját, valamilyen szívrendszeri kórképen fogunk esetleg meghalni. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy ilyen sokan velünk tartotta.